Sziasztok, én Keresztes Balázs vagyok, ez pedig a Négy Fal Között online olvasókör, a hét könyve, ezen a héten pedig nem más, mint a Dublini Emberek James Joyce-tól. Mielőtt belekezdenék, gyorsan pár hír vagy fejlemény a jövővel kapcsolatban. Ezek közül az első és legaktuálisabb az az, hogy jövő hét kedden, február 8-án, 6 órakor egy másik csatornának a vendége leszek, ahol egy élő beszélgetésben fogok részt venni. Ez a beszélgetés pedig nem másról, mint Hemingway fiesztájáról szól majd, mi másról. És ez a másik csatorna egyébként az Andi kis könyves világa YouTube csatorna. Ez is egy könyves csatorna. Én ott már voltam vendég tavaly májusban, amikor a Büszkeség és balítéletről beszélgettünk. Az egy nagyon jó beszélgetés volt. Elég maratoni, de nagyon jó beszélgetés volt. Ugye ennek a formátumnak az a lényege, hogy ez egy élő beszélgetés, bárki beléphet, írhat, kérdezhet, kapcsolatba léphet a velünk, úgyhogy ez egy interaktív formáció, szerintem tök klassz, úgyhogy ha bárki, aki olvasta mostanában a Fiesztát, akár a videó hatására, akár csak úgy, vagy bármilyen más Hemingway regénnyel vagy művel kapcsolatban lenne kérdése, az jöjjön, mert szerintem tök jó lesz. A másik dolog, amit meg akartam osztani, az az, hogy elrajtolt a négy falon túl olvasókör, ugye ez az offline olvasókör a háromszer kávéházban, és már túl is vagyunk az első alkalmakon, már találkoztam mind a két csapattal, nagyon szuper társaság mind a két csapat, nagyon jól sikerültek az első alkalmak, és én nagyon várom ezt az egész fél évet velük, úgyhogy nagyon szuper lesz az egész. Ezzel kapcsolatban két dolog. Az egyik az az, hogy hát én tettem egy olyan ígéretet magamnak is, meg nyilvánosan is, hogy azokat a könyveket, amelyeket mi átbeszélünk az olvasókörben havi rendszerességgel, ezt a hat világirodalmi klasszikust a Helikon zsebkönyves kiadásokban, ugye a Gatsby, Zabhegyező, 1984, Skarlátbetű, Per és a Mrs. Dalloway-t. Szóval ezt a hat regényt, ezt nem csak ott a csoportokkal offline fogom átbeszélni, hanem ezekről mind havi szinten készítek is majd egy videót ide a csatornára. Ami azt jelenti, mivel ugye már túl vagyunk az első könyvön, a Nagy Gatsby-n, hogy már esedékes is egy Nagy Gatsby videó. Én ezt erre a hétre terveztem, de a betegség keresztül húzta, viszont hát remélhetőleg jövő héten már meg tudom csinálni. Ezt csak azért mondom, hogy ha valaki most emiatt a kezébe venni a könyvet, akkor ne habozzon. A másik dolog, ami miatt ezt felhozom, az az, hogy amikor meghirdettük ezt az olvasókört, akkor elég sokan írtak, hogy nem jó nekik a hétköznap, vagy nem pestiek, és messzebbről utaznának. Szóval felmerült az igénye annak, hogy indítsunk egy hétvégi olvasókört is, vagy legalábbis egy olyat, amelynek az alkalmai azok szombat délelőttönként lennének. Ugye ez az igény, ez felmerült a jelentkezők részéről is, meg a háromszerb részéről is, akik örülnének egy hétvégi rendezvénynek is. Én meg abszolút nyitott vagyok rá is, hogyha összejön, akkor szuper lenne. Úgyhogy el is kezdtem összerakni egy tematikát hozzá. Ezt azért mondom, mert nem ugyanazzal a tematikával szeretném meghirdetni ezt a harmadik olvasókört, mint a másik kettő, mert nem akarom ugyanazokat a könyveket egy harmadik alkalommal is átrágni, viszont már összeállítottam a tematikát, szerintem egész izgalmas lesz, hogyha valaki esetleg követ Instán, és látta ezeket a szavazásokat, vagy közvéleménykutatásokat, akkor sejtheti, hogy milyen témával fog előrukkolni. De ami ezzel kapcsolatban érdekes, vagy fontos, az az, hogy most ez még tervezési fázisban van, de hogyha minden jól megy, akkor nem sokára meghirdetjük ezt a szombati olvasókört, úgyhogy mindenki legyen résen, akit ez érint vagy érdekel, mert elég valószínű, hogy ha erre magasabb számú jelentkező fog érkezni, mint a meghatározott létszámkorlát, akkor már nem tudnánk egy párhuzamos csoportot indítani, úgyhogy érdemes résen lenni. Mit akartam még? Versek. Vannak ugye ezek a vers videók, amelyek heti rendszerességgel érkeznek a csatornára a családom és a barátaim nagy megdöbbenésére. Ezekkel kapcsolatban még nem fedtem fel, hogy mi az a projekt, amit az egész mögé képzelek.
Szerettem volna már a héten megtenni egy beharangozó videóval, de se időm, se energiám nem volt rá. Úgyhogy ez még várat magára. Remélhetőleg ezt már le tudjuk a jövő héten. Addig is, ha ezt most vasárnap nézitek ezt a videót, akkor érkezni fog még egy vers videó most vasárnap egy nagyon szuper költőtől, amit remélhetőleg értelmesen el tudok mondani. Úgyhogy azt is nagyon ajánlom a figyelmetekbe, és akkor megint csak készüljetek arra, hogy ezzel kapcsolatban is lesz egy beharangozó. Tehát összegezve, jövő hét kedden tartjuk ezt a kibeszélőt a Hemingway-nek a fiesztájáról, amelyre várunk szeretettel mindenkit. Hamarosan érkeznek havi rendszerességgel a Helikon zsebkönyves videók azokról a klasszikusokról, amelyeket átbeszélünk az olvasókörben, ugye elsőként a Nagy Gatsby-ről. Hamarosan érkezik a beharangozója ennek a harmadik szombati olvasókörnek, úgyhogy legyetek résen, és érkezni fog egy beharangozó videó ehhez a verses projekthez is, úgyhogy gyártottam magamnak munkát, fogalmazzunk így, úgyhogy szurkoljatok. És akkor Joyce, ugye a dublini emberek, bevallom, hogy erre a hétre eredetileg nem Joyce-t terveztem, vagy hát nem is terveztem egyáltalán. Azt is bevallom, hogy eredetileg Poe-t szerettem volna erre a hétre, de most betegen valahogy nem sok kedvem volt hozzá, úgyhogy őt halasztom a jövő hétre. Meg azért is jött kapóra Joyce, mert évfordulónk van. Ugye február 2-án volt most a Joyce születésének a 140. évfordulója, és ezzel együtt ugyanazon a napon a Joyce leghíresebb regényének, ugye a Ulysses-nek, ennek a Monstrumnak a megjelenésének a 100. évfordulója, úgyhogy abszolút Joyce hetünk van, és az 1749 világirodalmi portál ezt meg is ünnepelte azzal, hogy ezen a héten folyamatosan Joyce-ról és a Ulysses-ről közöltek le cikkeket, egyébként nagyon klassz cikkeket ajánlom mindenkinek, és mivel nekem ott van egy sorozatom, ez a Classic Shorts, amiben heti, pontosabban havi rendszerességgel egy-egy világirodalmi novelláról, híres világirodalmi klasszikus novelláról írok egy esszét. Meg is kérdezték, hogy mivel Joyce-hetünk lesz, nem írnék egy Joyce-ról. És hát, mivel én azt csinálom, amit a megrendelőm kér, ezért természetesen igent mondtam. Úgyhogy elő is vettem a dublini embereket, és ha már írtam róla egy esszét, úgy gondoltam, hogy akkor miért nem mondanék róla pár szót itt a videóban is. Az első dolog, amit érdemes elmondani Joyce-ról, az, hogy ő a modern irodalomnak a valószínűleg a legkiemelkedőbb szerzője. Abban az értelemben legalábbis, hogy ha azt mondjuk, hogy modern irodalom, akkor jó eséllyel Joyce neve ugrik be elsőként, ugye főleg a nagy regénye a Ulysses miatt. Alapvetően négy művével szerepel az irodalom történetben, ezek közül az első a Dublini emberek a novellás kötete, és ezt követi három regény. Ebből a második az Ifjúkori anarckép, a Ulysses és a Finnegan ébredése. Ezek a modern regénynek a különböző lépcsőfokai, mert az Ifjúkori anarckép az még egészen olvasható és élvezetes. A Ulysses az nehezen és küzdelmesen elolvasható, viszont nagyon szuper és szintén nagyon élvezetes. A Finnegan ébredése az meg, hát az meg a hardcore stuff, amit nagyon-nagyon kevesen olvastak, nagyon kevesen értenek. A világirodalomnak az egyik leghírhedtebb, nagy, nehéz regénye, amelyről nagyon sokan azt mondják, hogy értelmezhetetlen, olvashatatlan, úgyhogy nem jövő héten lesz róla videó. És mivel Joyce főleg a regényei miatt híres, vagy hírhet, ezért a dublini emberek kicsit homályban, vagy kicsit árnyékban van hozzájuk képest, de ez egy szerencsétlen véletlen, mert amennyire fontosak ezek a regények a modern regény szempontjából, annyira fontos ez a kis, alig 250 oldalas könyvecske, a novella irodalom szempontjából, mert nagyon-nagyon klassz és egyébként úttörő novellákat tartalmaz. Ugye az a címe, hogy Dublini emberek, eredetiben úgy néz ki, hogy Dubliners,
és ahogy a címe is mutatja, Dublinban játszódik, és az alapvető témája a dublini emberek világa. Ugye ez a századforduló Dublinja, ez a könyv 1904 és 1905 környékén íródott. Ez az a Dublin és az az Írország, amely még nem függetlenedett az Egyesült Királyságtól. Ez az a Dublin, amelyből ebben az időszakban nagyon sokan vándorolnak ki Amerikába. Ez az a Dublin, ahol nagyon komoly gazdasági és társadalmi problémák vannak. Szóval egy nagyon izgalmas és problematikus korszaka ez Dublinnak. És ami érdekes Joyce szempontjából is, hogy ő úgy ír erről, hogy ő ekkor már élt Párizsban, élt Zürichben, élt Triestben, vannak ilyen legendák erről, hogy talán még Hortit is tanította házi tanítóként, nem is tudom, hogy vannak ezek a legendák. Szóval egy világlátott fazon volt már akkor, amikor ezt a kötetét írta, és az ő szemében, hát nem egy szívhez szóló történet Dublinhoz, hanem alapvetően éppen a negatívumára, vagy az árnyoldalára mutat rá annak a világnak, amelyet Dublin és Írország az ő szemében, az ő számára képvisel. Hazám morális történetének egy fejezetét akartam megírni. Azért választottam Dublint, mert úgy láttam, ez a város a paralízis középpontja. Négy szempontból kívántam bemutatni a pártatlan közönségnek. Gyermekkor, serdülőkor, felnőttkor, társadalmi élet. A történeteket ebben a sorrendben rendeztem el. Ez Joyce levele volt, legalábbis egy levél részlet, ami ebben a magyar kiadásban, az utolsóban legalábbis részletében szerepel, és azért fontos, mert ebben már is felfejthetjük, hogy mi az az elv vagy kötet koncepció, ami alapján Joyce összerakta a kötetet. Ugye, ahogy írja, az elején szerepelnek a gyerekkori, aztán a serdülőkori, aztán a felnőttkori novellák. Ugye maga a kötet az összesen 15 novellát tartalmaz, és azzal, hogy így rakta össze, vagy így rakta egymás után őket, van az egésznek egy íve. Azt nem mondanám, hogy fejlődési íve, de minden esetre van egy, ha elkezdjük olvasni, akkor egy gyerekkorral indulunk, és elérünk egy felnőtt korba. Úgyhogy ilyen szempontból megkönnyíti az olvasást, hogy nem össze-vissza vannak a novellák, mint elég sok kötetben. Ami viszont érdekes, az az a paralízis szó, amit használ Joyce a levelében, mert számára a Dublin a paralízisnek, a bénultságnak, az eseménytelenségnek a helyszíne vagy közlege, az a közeg, ami lehúz és megbénít. És ez visszaköszön egyébként az egyes történetekben is, mert olyan történeteket olvashatunk ebben a kötetben, amelyeknek a csattanója, vagy hát nem is csattanója, de a tétje, vagy a központi motívuma, az mindez a bénultság. Mind olyan történetekkel találkozunk, és olyan szereplőkkel ezekben a történetekben, akik a döntő pillanatban nem tudnak lépni. Például van egy novella egy fiatal lányról, akinek elég sanyarú a sorsa, elvesztette a szeretteit, már nem köti semmi Dublinhoz, vagy ami köti, az mind negatív, és már elhatározza, hogy valamilyen hódolójával hajóra száll Mexikóba, és már ott áll a kikötőben a végén, és aztán mégse száll fel. Vagy van egy történet, a saját életét elég nyomorúságosnak megélő hivatalnokról, aki amúgy írná a verseit, meg világot látna, és ehelyett ott robotol Dublinban egy állásban, amit nem szeret, és akkor meglátogatja egy barátja Londonból, aki mesél arra, hogy milyen klassz az élete, és akkor erre teljesen kiborul, de igazából nem tesz semmit, csak szembesül a saját sorsával. Vagy van egy olyan novella is, ami már kevésbé effektíve Dublinhoz kapcsolódik, viszont a dublini mentalitást, azt a mentalitást, amit Joyce számára kifejezett, azt átadja ez a novella is, ami arról szól, hogy egy aglegény rendszeresen összefut egy nővel, aki egy férjes asszony, és kialakul közöttük valamiféle kémia,
érdeklődnek egymás iránt, tudnak beszélgetni egymással, van közös érdeklődési körük, és minden jel arra mutatna, hogy hát valaminek kéne alakulnia közöttük, de aztán visszakoznak. Úgyhogy ilyen történetekből áll a kötet, és ezt tudom, hogy elég antiklimaktikusnak tűnik, de hát aki cselekményt vár, az első körben ne novellás kötetet vegyem. Másrészt viszont azért jó a kötet, mert amit akar, amit meg akar valósítani, és amit szándékosan a központi témájává tesz, ezt a bénultságot, ezt a paralízist, azt viszont nagyon alaposan körüljárja. Különböző szempontokból is, meg a léleknek a különböző bugyrain keresztül is. És hát szerintem ez egy olyan téma, amelyhez mindenki tud viszonyulni. Nem csak abból a szempontból, hogy mindannyiunknak megvannak azok a pontjai, vagy az életének azok az aspektusai, amelyek terén azt érzi, hogy nem teljesedett ki, vagy vannak elszalasztott lehetőségei, hanem egész egyszerűen egy bizonyos kor fölött hát át tudjuk élni azt, hogy melyek voltak azok a pontok, amelyeken az életünk mehetett volna egy párhuzamos irányba is, és aztán ez nem történt meg. Úgyhogy Dublin ide vagy oda, vagy attól függetlenül, hogy ki hova született, azért ez egy annyira alapvető emberi kérdéskör, amely szerintem mindenkit meg tud érinteni, és Joyce elég jó novellista ahhoz, hogy úgy írja meg ezeket a történeteit, hogyha nem is mindegyik, de egy-kettő biztosan nagyon be fog ütni. Ami még érdekesség az az, hogy ez a paralízis egy még bonyolultabb szempontból is előkerül a kötetben, mégpedig úgy, hogy van az első novella, ami ugye egy gyerekkori novella, aminek az a cím, hogy Nővérek, és arról szól, hogy van egy bizonyos Flynn atya, egy katolikus pap, aki meghal a történet elején, és egy fiatal fiú szemszögéből nézzük, hogy már nem égnek a lámpák, vagy már gyertyák égnek már a lakásában, és már fel van ravatalozva, és hát arról szól a történet, hogy beviszi a nagynénje, vagy nem tudom ki-e ezt a fiút a paphoz, mert a pap ennek a fiúnak a tanítója, vagy a mentora volt, ezt elfelejtettem mondani. És az a központi helyzet, hogy a fiú, a fiatal kisfiú ott van a papnak a holttesténél, miközben az öreg nők meg rokonok ott beszélnek a fejük fölött, és a fiúnak a nézőpontjából épp, hogy csak elkapjuk azokat a mondatfoszlányokat, amelyekből kiderül, hogy hát ez a pap, ez már megcsömörlött, meg már derékba tört a karrierje, meg hogy már olyan furcsán néztek rá, és valamit sejt az olvasó, meg a gyerek is, hogy itt valami van a háttérben, de Joyce szándékosan úgy írja meg, hogy ne legyen egyértelmű, hogy mi is itt a probléma. Viszont az már lejön, hogy valami nem stimmelt a pappal, és az egész akkor nyer értelmet, amikor megtudjuk, egyébként nem a novellából, mert a novella az nem ad válaszokat, de a korabeli olvasóközönség az tudhatta, vagy érezhette, hogy ez a paralízis, amiben meghalt a pap, mert ezt elmondják, az valójában a szifilisznek az egyik tünete, mert a szifilisz az alapvető, vagy a paralízis az alapvetően egy ideg bénulás. És ugye már is ott a probléma, hogy egy pap miért hal bele a szifiliszbe. És Joyce szándékosan úgy írja meg a novellát, hogy ez nem direktben közli, nincs kibontva ez a problematika, csak sejtetve van. És egyébként mindegyik novella ilyen ebben a kötetben, úgyhogy abban a szempontból nagyon jó ez a kötet, hogyha valaki trenírozni akarja magát az olvasásra, akkor, vagy egyáltalán a novellák olvasására, mert a novella nagyon igényli azt, hogy újraolvassuk, meg megfejtsük azt, hogy azon a pár oldalon igazából miféle drámákat akarnak átadni nekünk, és arra ez a kötet nagyon jó. Ami viszont érdekes, vagy ami miatt ezt felhozom, az az, hogy ez az ikonikus kép, hogy a fiatal fiú előtt ott van egy pap, akiről egyébként elmondják, hogy mennyire tehetséges volt, Rómában tanult, sokkal jobban beszélte a latint, mint a helyi papok, olyan tudással rendelkezett, amellyel más nem a környéken, és ennek a fiúnak is egy igazi apa figura volt.
az igazából egy megtört ember, akinek egyébként valószínűleg titkos bűnei is voltak, és már csak ott kipletykálják a holtteste fölött, és a gyerek se tud vele mit kezdeni, nem, már nincs, nincs előtte egy atyai figuraként, vagy egy olyan figuraként, aki útmutatást tudna adni. És ez, ha ezt olvassuk, ezt a novellát az elején, akkor már is ott van, hogy valami ilyesmit jelentett ezen a ponton Joyce számára Dublin és Írország. Valami nagyon vallásos, a hagyományokban nagyon erősen gyökeredző, de igazából már halott, és valójában titkos bűnöket rejtegető lényként, vagy közegként, aki egyébként ugye a paralízisben hal be, ez az egész bénultságnak egy szimbóluma lesz ez a pap. És ehhez kapcsolódó érdekes irodalomtörténeti info, hogy hát nem is csoda, hogy a mélyen katolikus, nagyon erősen vallásos Írországban Joyce a kötetét 10 éven keresztül ki sem adhatta. Hogy próbálkozott angol kiadókkal, meg ír kiadókkal is, és valahol folyamatosan rá akarták menni, hogy húzzon ki bekezdéseket, szavakat, mondatokat a kötetéből, ami nagyon határozottan ettől elzárkozott Joyce. Vagy volt olyan, amikor elmentek egészen odáig, hogy már majdnem kiadták, és aztán az utolsó pillanatban visszakozott a kiadó, és a nem tudom hány száz példányt, amit addigra kinyomtattak, azt elégették, vagy feldarabolták, nem tudom mi volt a pontos ítélet a könyvek fölött, de nagyon hányattatott sorsa volt a könyvnek, és ez utána is rányomta a bélyegét arra, hogy Joyce hogyan gondolkodott Írországról, meg erről a közegről, és nem kismértékben járult hozzá ahhoz, hogy ezután alapvetően nem Írországban, nem a hazájában élt, hanem főleg Svájcban és Franciaországban. De ezek már mellékes infók. Amit fontosnak tartottam elmondani, az az, hogy a dublini emberek a világirodalom egyik leghíresebb novellás kötete. Kinek érdemes olvasnia? Hát, aki szereti Írországot és az ír kultúrát, vagy csak Dublinba megy nyaralni, annak az egy kötelező olvasmány. Ha valaki kacérkodik Joyce-szal, de még fél az ilyen féltégláktól, annak egy jó bevezető lehet. De ezek is mellékes indokok. Igazából azért érdemes olvasni, mert nagyon-nagyon klassz novellák vannak benne. Ha valaki szereti Hemingway-nek vagy Salinger-nek a novelláit, akkor valami hasonló élményt találhat ezekben, szerintem. Engem egyébként sok ponton egyenesen Kosztolányira emlékeztettek, ami azért egy jó ajánló. Annyit azért hozzátennék azoknak, akik esetleg eredetiben vennék kézbe, hogy hát én elég gyakorlott olvasó vagyok angolul, de nem mindig ment elsőre. Ez főleg azért van, mert Joyce szándékosan nagyon sok ír nyelvi fordulatot és szlenget helyez el a történetekben, amelyeket egyébként az ilyen Penguin meg Oxford kiadások lábjegyzetekkel feloldanak, de azért nem mindig egyszerű. Úgyhogy azoknak, akik eredetiben olvasnak csak bátran, de ésszel. A magyar fordítás nagyon klassz, ahhoz meg csak annyit tudnék hozzátenni, hogy ha be akarjátok szerezni, akkor érdemes olyan kiadásokat keresnetek, amelyek már 2000 utániak, mert lefordították már az 50-es évek végén, viszont azóta azt a fordítást már feljavították, meg átnézték, és ellátták lábjegyzetekkel is. Az én Orpheus kiadós kiadásom az ilyen szempontból nagyon klassz, mert van egy jó utószó is hozzá, lábjegyzetek, ráadásul a magyar kiadásban lábjegyzetek, ami azért nem magától értetődő, meg még egy Dublin térkép is van benne, úgyhogy nagyon klassz. Egyébként a legutolsó novellából, a Holtak című novellából, ami bizonyos szempontból a kötetnek a legkiemelkedőbb darabja, és sokan a világirodalom egyik legjobb novellájának tartják, én egyébként erről is írtam a cikkemet,
arra készült egy 87-es filmfeldolgozás John Huston-tal, és én még nem néztem meg, de nagyon sokan mondják, hogy ez egy nagyon-nagyon jó feldolgozás, ez egyik legjobb irodalmi adaptáció. Fenn van a YouTube-on, úgyhogy ezt is csak bedobom, hogyha valaki ennyire lelkes, az járjon utána, én meg fogom nézni valamelyik nap. Tehát a hét könyve a Dublini emberek volt James Joyce-tól. Ha meghoztam hozzá a kedveteket, akkor szerezzétek be, nézzetek utána, olvassatok bele, nézzétek meg a filmet. Jó olvasást, vigyázzatok magatokra, folytatjuk. Sziasztok!